Így igaz. Ne kerüljön mondjuk idősebb, nyugalomra vágyó kutya egy olyan energiadús családból folyamatos a pörgés, illetve ennek az ellenkezője is igaz, egy magas energiaszintű, robbanékony kutya egy idősebb vagy egy nyugodt életet élő ember mellé nem biztos, hogy szerencsés választás. Gondoljuk át a saját életmódunkat. Például, hogyha sportosan élünk, érdemes olyan kedvencet választani, aki tudja velünk tartani a lépést. Ugyanígy az ellenkezője is igaz. Például, ha a munkából kifolyólag nem tudunk elegendő időt fordítani a kutya lemozgatására, lehet, hogy jobban járunk egy nyugodtabb, egy kanapét kedvelő kutyával. Szerinted az első séta az örökbefogadás előtt vagy után történjen? Igen. Nem. Igen.